2 monitor. Hogyha használtatok már több, mint egy képernyőt egy számítógéphez, akkor tudjátok, hogy mekkora felüldülés, hogy mekkora szabadság, hogy mennyi mindennel többet tudtok csinálni, akkor, hogyha nem csak egy darab képernyőre vagytok beszorítva is. Az Asus is pontosan erre gondolt, amikor azt mondta, hogy csináljunk a laptopunkra 2 kijelzőt. Mert miért ne? Így is van, az Asus Magyarországnak köszönhetően lehetőségem volt egy pár órát játszogatni az új, fantasztikus, kreációs készülékükkel, a ZenBook Pro Duo-val, és nem is húzom tovább az időt, beszéljünk a dupla képernyőről. Míg a felső képernyő egy 4K felbontású 15,6 colos OLED panel, a DCI-P3-as szintérrel rendelkezik egyébként, szóval, hogyha videót akarsz rajta szerkeszteni, vagy fotót, akkor elég jól lehet. Az alsó képernyő széltében ugyanakkora, viszont hogy a magasságában jelentősen meg van csappanva, az egy 3840x1100-as felbontással rendelkezik, tehát 4K széles, csak nem olyan magas. Viszont az Asusnak a különböző szoftverei segítségével ezt az alsó kijelzőt rengetegféle módon fel tudjuk használni. Ugye beépített alkalmazások vannak erre, például a kézírás felismerés, ami szerintem valami kegyetlenül hasznos tud lenni, illetve ezt a kijelzőt 2 vagy 3 alkalmazás megjelenítésére tudjátok használni, vagy egy alkalmazásnak különböző részeit tudjátok ide lepakolni, vagy ki tudjátok terjeszteni egy nagy alkalmazással 2 képernyőt, és hogy őszinte legyek, a felhasználásoknak a száma igencsak nagy, legalábbis jóval nagyobb, mint amire én először számítottam. Tehát legyél te zenész és használod a kis potméterekre az alsó kijelzőt, vagy legyél videó szerkesztő és legyél a timeline-on az alsó képernyőn, vagy legyél te 3D modellező és a beállításaid legyenek az alsó képernyőn, vagy egyszerűen legyél egy streamer és legyen az alsó képernyődön az OBS és a cseted, míg a felső képernyőn ott valamit játszol, vagy csak egyszerűen legyenek hétköznapi olyan elfoglaltságaid, amikre tök jól jön, hogyha több képernyő van a gépeden, például elmész nyaralni, és szeretnél utazást tervezni, és látod az e-mailjédet, és látod a jelenleg a térképet, hogy merre fogtok menni, mert írod be a Google térképen, és a fönt is ketté van osztva a képen, és az egyiken foglalod a dolgot, a másikon pedig egy másik helyen éppen visszaigazolod a dolgot, és úristen, mennyi dolgot lehet csinálni ez a laptopon egyszerre. Amihez nyilvánvalóan az is hozzá segít, hogy a laptop mind a 2 képernyője érintés érzékeny, illetve kaptok a dobozban egy tollat, ami ugye az már említett írásfelismeréshez igencsak jól tud jönni, és egyébként mind a 2 képernyőn tökéletesen működik. Amúgy az alsó képernyő IPS, de az is eléggé fényes, van egy saját fényerő csúszkája tök vele. És ha valahogy sikerül elszakadnunk ettől a 2 képernyőtől, tudom én, hogy nehéz, de próbáljuk meg, akkor szembe találkozunk a billentyűzettel, ami, mivel a képernyő van felül, ez van alul, és eszünkbe jutott, hogy hát ez nem biztos, hogy kényelmes használni. Most az Asus gondolt erre, és ebben a laptopban is megtalálta az Ergolift technológia, ami ugye, hogyha felnyitjuk a képernyőt, akkor a képernyő alja megemeli a laptopunkat, és ez egy kicsezettő jó cucc, ugyanis a gépelés kényelmesebb, megdönti ugye a billentyűzetünket, de tudom én, hogy ez még nem elég. Tudom én, hogy ez nem elég, mert mi mindig ott a gépnek a szélén kell gépelni, úgyhogy kaptok a dobozban egy csuklótámaszt azoknak, akiknek nem tetszik ez a billentyűzet megoldás, és most már tetszik, mert ez most már olyan, mint egy normális billentyűzet, csak hozzá van hegeszve a laptophoz. És ha már a billentyűzetről beszéltünk, a billentyűzettől jobbra található az állított helyzetű trackpad. Most be tudjátok rajta kapcsolni a numerikus billentyűzetet, és egyébként már amúgy meg tudjátok használni ugye simán trackpadnek. Én ezt akkora problémának nem érzem, mivel amilyen felhasználása van egy ilyen laptopnak, nagy valószínűséggel vagy egérrel használod, mert komoly felhasználó vagy, vagy kihasználod az érintőképernyő alatt a lehetőségeket, de nem tudom teljes szívemből azt mondani, hogy ez egy tökéletes elhelyezés a trackpadnek, mert balkezes vagyok és jobb oldalt van, tehát én gyárilag nem szerethetem ezeket a dolgokat. Visszatérve ugye az Ergoliftre, hogy a laptop megemelje a kis sejhaját, a laptopnak a hangja meglepően jó, mégpedig annak köszönhető, hogy a laptop alatt pattogtatja a hangot, és egyébként az jön feléd, meglepően hangos, meglepően jó szól, szóval ott nem látok problémát, illetve ez az emelés abban is segít, hogy a laptop normálisan tudja hűteni önnön magát, ugyanis bizony van mit hűteni benne. Az én tesztgépemben, amit ugye én ki tudtam próbálni, nem az enyém, de ugye amit én ki tudtam, abban egy i7-9570H 9. generációs 6 magos processzor volt, illetve 16 GB és egy RTX 2060, de ha jól tudom, akkor a memória egészen 64 GB-ig megy föl, processzorban meg akár i9-et is lehet beleválasztani.
biztos tök olcsó lesz. Szóval aki eddig csak úgy nézett rá, hogy jó, igen, lehetne rajta dolgokat csinálni, de hát ugye nincsen benne elég lóerő, hát ez most gondolja meg magát, mert ez a gép egy állat. Portok tekintetében különösképpen nem voltam elszállva a laptoptól elsőre, azonban megláttam, hogy van rajta Thunderbolt 3, és innentől kezdve nem érdekel, milyen portok vannak rajta, mert annak köszönhetően mindenféle port van rajta. És úgy alapvetően kinézetügyileg valami kegyetlenül jól néz ki szerintem a laptop, legyen az előről, hátulról, oldalról, felülről, alulról, tök mindegy. Jól néz ki. Az ő ajánlásuk szerint ezt azoknak ajánlják, akik kompromisszummentes teljesítményre vágynak egy hordozható csomagban, amivel őszinte ezek a specifikációknak köszönhetően egyet kell, hogy értsek. Ennél fogva egyébként ezt a laptopot tartalomgyártásra célozzák meg, és hogy őszinte legyek, teljesen egyetértek ezzel a dolggal, ugyanis, hogyha valamire, akkor tartalomgyártásra. Ez egy olyan zseniálisan fantasztikus gép, hogy az valami elmondhatatlan. Illetve másrészt azt mondják, hogy az innovációra fogékony, modern megoldást kereső felhasználóknak ajánlják még, ami szintén egy igen jó megközelítés, ugyanis annak ellenére, hogy én magam nem vagyok feltétlenül Windows-os felhasználó, még én is így kis vakarom a kis államat, hogy de nyilvánvalóan ez a videó, ez nem 100%-os információ átadás most ezzel a laptoppal kapcsolatban, szóval, hogyha érdekelt titeket a dolog, és utána olvasnátok egy picit, akkor nyugodtan látogassatok el a laptopnak a hivatalos oldalára a leírásban található linken keresztül. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, és köszönöm szépen még egyszer az Asusnak, hogy volt lehetőségem ezt a laptopot megbirizgálni így még mielőtt, ugye ki lett adva a nagy tömegnek, és köszönöm szépen nektek a figyelmet, legyetek jók, és sziasztok!